Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják az új évben. Boldog új évet kívánunk mindenkinek. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, Aktuális Kérdések című heti magazin műsoron következik. Mai vendégünk Szalóci Ádám, a Nemzeti Hang című zenekar frontembere. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Szalóci Ádám, a Nemzeti Hang zenekar frontembere. Szeretettel köszöntelek stúdiónkban, örülök, hogy elfogadtad meghívásunkat. Szia, köszönöm. Én köszönöm. Azért hívtunk ma meg egy stúdióinterjúra, mert hamarosan lemezbemutató koncertre indultok, koncertsorozatra, és ennek az egyik állomása városunk Karcag lesz. Egészen pontosan mikor és hol lesz ez a lemezbemutató? Az első állomásunk, ugye, ahogy mondtad, Karcagon lesz, január 13-án a Hemó Klubban. A Senior zenekar, helyi zenekar lesz a vendégzenekar, úgyhogy a további információkat pedig a helyi plakátokon. Tehát akkor gyakorlatilag a városban már meghirdettétek, kiplakátoltátok, és akit érdekel. Így van, valamint a Facebook oldalunkon tudjátok megnézni. Azt hogy lehet elérni a Facebook oldalatokat? Nemzeti Hang néven, igen. Oké. Mit lehet tudni a zenekarról? Nemzeti Hang, honnan érkeztetek, mikor alakultatok? Hát ez egy 2010-ben alakult zenekar, igaz, már előtte is zenélgettünk, de azt még nem tudnám Nemzeti Hangnak nevezni. 2010-től indultunk, ugye már van egy négy albumunk, tehát egy demónk, az már egy öt, tehát a demót azt nem számoljuk albumnak. Kik a tagok, mit lehet rólatok tudni? Hát elég szétszórtan vagyunk, ugye van tag Földesen, Kunmadarason, Szoboszlón, meg Püspökladányban, tehát elég megszórtan van, négy tagú a zenekar. És név szerint, igen, esetleg megemlíthetjük őket. Név szerint őket is meg tudjuk ők, igen. Hajdú Szoboszlón Kis Sándor, Földesen Szántó Tamás, Kunmadarason Nehéz Zsolt, és én ugye Szalóci Ádám Püspökladány. Azt mondtad ugye, hogy szétszórtan vagytok, de azért itt, igen, a környéken milyen sűrűn próbáltok, hogy próbáltok, hogyan tudjátok összeegyeztetni a próbaidőpontokat? Heti rendszerességgel tudunk próbálni. Hát elég nehéz, ugye mindenki dolgozik, iskola, egyetem, de azért sikerül mindig. Te vagy ugye a frontember, ez ugye általában azt jelenti, hogy az énekes mindig a frontember. Például mesélj arról egy picit, hogy te hogyan kezdtél el zenélni, ha jól tudom, akkor gitározol, hát én, igen, is. Igen, igen. Hát én ezt magamtól tanultam meg igazából. Tehát aztán, ha megtanul egy ember, aztán egyből zenekart alapít. Volt, aki esetleg segített, vagy énektanárhoz járt el? Nem, tehát én ezt teljesen magamtól kezdtem el. Mit lehet tudni arról, hogy milyen stílusú zenét játszatok? Van azért egy sugallata ennek a zenekarnévnek, de akkor... Ez egy lágyabb nemzeti rockzenekar, amely teljesen, tehát rádióbarát, tehát semmi olyan durva szöveg nincs benne, hazaszeretet van benne, valamint rockzene. 2017-et írunk, ugye akkor azt mondtad, hogy 2010-ben alakultatok, tehát már lassan akkor 7 évesek lesztek, bár nem tudom, hogy melyik hónapban, mert ha januárban, akkor már be is töltöttétek, vagy betölthettétek. Gyakorlatilag hogyan látod, mennyire vagytok már ismertek, a környéken ismernek-e benneteket, vagy esetleg már nagyobb, szélesebb spektrumba be tudtatok mutatkozni? Hát ezt annyira nem tudom így megmondani, hát viszonylag például elég... Például akkor kezdjük Püspökladányon, ugye Püspökladányak vagytok, ott tehát hogyan ott, fogadott ott benneteket a közönség, ugye a helyi... Tehát ott helyi pont az, ahol még nem volt közönség, koncertünk, az, igen. Bocsánat, befejezem, tehát a helyi közönség az mindig ugye máshogy áll egy zenekarhoz, nagyon hát szeretik a helyieket, hogyan látod, igen, ezt? Voltunk ősszel Földesen, ott egy teltházat tudtunk csinálni, de ugyanúgy nyugaton is el tudunk menni, tehát nem, úgy koncertet nem tudok kiemelni, mindegyik olyan, mindegyik jó szokott lenni. És az elmúlt, ugye azt mondtad, hogy van egy demótok, illetve van már négy albumotok. Mennyit fejlődtetek, hogyan látod azt, hogy az első albumtól kezdve mennyire tudtatok megújulni, változtattatok-e valamit esetleg a stílusotokon? Hát igen, nyilván mikor elkezdtük, azért
7 évvel ezelőtt, én most 24 éves vagyok, ugye 17 éves voltam, hát azért elég sokat fejlődtünk, tehát akkori szinthez képest, meg viszont viszonylag megújulók vagyunk, igen. De azt hogyan látod például, hogy mondjuk mennyire volt sikeres az első albumotok, és ahhoz hát, viszonyítva a mostani igen. például, hát majd, hogy fog robbanni? Nyilván egy kezdőzenekar még annyira nem tud sikeres lenni, ez, tehát 7 év alatt forta ki magát a 4 album, de mindenképp azt veszük észre, hogy ami a legsikeresebb, ez az új, az utóbbi albumunk, tehát a végigviszem turnénak az albuma. Ha jól tudom, akkor ugye beszélgettünk itt azért a felvétel előtt, és egy filmben is közreműködtetek, erről mesélj nekünk valamit. Igen, ez egy második világháborús magyar film, Füle Zoltán rendezésével, tehát ő is segített nekünk leforgatni a klippet a filmhez, tehát egy nagyon-nagyon jó volt, igaz, nagyon hidegek voltak, de nagyon örülünk, aki még nem látta, az megtekintheti a YouTube-on. Erről a koncertről még beszéljünk annyit, ami például itt lesz Karcagon, hogy kiket vártok, hogyan látjátok, mely korosztály az, aki szeret benneteket, vagy érdeklődik a zenétek iránt? Kiknek ajánljátok hát, ezt a koncertet? Ezt már az elmúlt koncertekből, tehát az elmúlt évek tapasztalatából azt veszük észre, hogy leginkább a fiatalabbak, tehát az ilyen 15-től 25-30-ig, de szoktak lenni egyébként sűrűbben családok is, tehát nem feltétlen fiatalok szoktak lenni. Mi a fő filozófiátok, mi a mondani valója a zenekarnak, ha így egy-két mondatban össze kellene foglalni? Részben hazaszeretet, részben ilyen inspiráló szövegek vannak. Tehát nem nagy többségében hazaszerető szövegek, vagyis hát az is, de részben inspiráló, nagy többségben. Hogyan készülnek a zenék, ha egy picit a kulisszák mögé tekinthetünk, hát honnan merítetek ötletet? Hát igazából én szoktam a szöveget írni, a zenét is, hát igazából az életemből merítem az ötletet a mindennapokból. Tehát így én szoktam írni, elvisz a fiúkat, aztán megcsináljuk. Használtok-e fel a tekintetben ismert zenéket? Most nem azt mondom, ugye, ahogy szokták mondani, hogy átveszünk bizonyos hangokat, vagy esetleg sorokat egy-egy zenéből, hanem vannak-e rátok például hatással más zenekarok? Hát vagy ki a példakép, így is kérdezhetném. Ezt így nem mondanám, hogy más hatása, tehát én teljesen egyedi magam próbálom megcsinálni ezeket, tehát ilyen nincs. Most lesz ez a lemezbemutató koncert, merre lesztek még az országban, merre mutatkoztok? Hát ez a lemezbemutató turné, igen, ez 18 állomásos turné, ugye ahogy már mondtam, Karcaggal fog kezdődni, és azt hiszem Debrecen vagy Nyíregyházán lesz vége, tehát egy egész országot lefedő turné lesz, tehát benne van Szeged, tehát minden nagy megyének a fővárosában ott leszünk. Hogyan látod a jövőre vonatkozóan, milyen tervek, ötletek vannak még? Magyarul megkérdezem, mennyi van még ebben a zenekarban? Tehát mindig jönnek az ötletek, mindig születnek hát, újabb számok, vagy esetleg igen. Egy album, amikor megjelenik, akkor azt úgy kiadjátok magatokból, és esetleg közben nem is születnek dalok, hát, hanem amikor csak készültek egy én új pont lemezre. Azt kezdem érezni, hogy most kezd igazán ez a dolog elindulni, tehát 2017-ben jön egy új albumunk, aztán persze ősztől lesznek következő turné, tehát mi ezt csináljuk elég keményen. Ebből szeretnétek megélni, vagy ez ilyen hobbi szinten fog hát nézd, működni? Ezt. Tehát hogy szeretnétek? Tehát van-e mindenkinek civil foglalkozása? Nyilván mindenkinek van még civil foglalkozásunk, de hát mindenkinek az az álma, ugye, hogy, vagy aki elkezd zenélni, hogy megéljen belőle, ez nem tagadom. Mi az a végső cél, amit szeretnétek elérni hát igazából a zenekar működésével? Azt mondanám, hogy a Nagy Magyarország tehát a Nagy Magyarország részeit azt szeretnénk bejárni. Tehát terveztek esetleg külföldi turnét is. Ha ezt külföldinek lehet mondani. Például olyat terveztek-e, hogy klippet forgassatok, vagy van-e már klippetek? Persze, hogy ne, van már vagy 4, azt hiszem 5 klippünk, de idén is lesz 2 vagy 3. Ezek hogyan születtek, ezek a klippek? Hát mindegyik kitalált, tehát mindegyiket kitaláltuk. De ti találtátok ki, vagy volt esetleg külső segítségetek, amit már akik mondtam, megrendezték? Így van, a Jégvirág, amit már az elején beszéltünk, azt rendezték. De az más, ugye, mert igen, az egy igen, filmhez ez egy film. Kapcsolódott. Azon kívül azt mi szoktuk kitalálni, tehát a helyszínt kitaláljuk, aztán kitaláljuk, hogy mi legyen benne. Például a legutóbbi klipforgatásról esetleg egy-két élményt, ha megosztanál a nézőkkel, hogy sikerült, igen, hol tartottátok, miről szól ez a klip? Ez Gánton volt, egy bauxitbányába.
Hát ott is ugyanazt tudnám elmondani, mint a Jégvirág forgatásra, tehát akár mikor elkezdünk mi a klipet, általában abba csöppenünk, hogy nagyon hideg van. Tehát itt is pontosan ez volt, tehát pólóban voltunk, nagyon hideg volt, de szerintem nagyon jól sikerült. A zenekaroknak általában az egyik nagy vágyuk, vagy az az egyik céljuk, hogy a rádiók minél többet játsszák őket, ugye általában azért az emberek autóba itt-ott hallgatnak Igen. rádiót. Ezzel hogy álltok? Hát ez ilyen, nem tudom, egy 40%, tehát elég sok rádió szokott játszani, tehát tudok olyat, hogy Budapest, meg itt a környezők, ezek mind szokott játszani. Tehát van, amit még nem is tudok, de nagy részben szoktak. Tehát az ilyen kisebb helyi rádiók minden megyében. Még egyszer akkor mondjuk el a kedves nézőknek, hogy Karcagon mikor várjátok a közönséget, hát és hol? Január 13-án várjuk a közönséget a Hemó Klubban, 20 órás kezdéssel. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, sikeres koncertet kívánunk Köszönöm nektek. Szépen. Kedves nézőink, már a megköszönő figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, csapattagok, csapatkapitányok, érdeklődők, árusok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a helyszínen, ahol első ízben egy más jellegű rendezvényen, de egy picit maradva a disznótoros hagyományainál, kolbász ízesítő versenyre hívtuk és vártuk a csapatokat. Ugye örömmel mondom, hogy 19 csapat nevezett erre a versenyre, és hát nyilván a hagyományos pálinka versenyre is hívtuk, invitáltuk a résztvevőket, és nagyon örülünk, hogy több mint 30 nevezője van az idei pálinka versenynek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Polgármester úr, kedves résztvevők, szeretettel köszöntök mindenkit a kolbász ízesítő versenyen. Első alkalommal kerül sor erre a komoly megmérettetésre, és én látom azt, hogy már minden feltétel adott. Itt vannak a kedves résztvevők, itt van a pálinka is, ami ahogy elnézem az időt, legalább annyira kell, mint a kolbászhús, ugye a kolbász ízesítéséhez. Úgyhogy én nem is szaporítom a szót tovább. Sikeres versenyzést kívánok mindenkinek, és kívánom azt, hogy a régi hagyományokat ezáltal is erősítsük. Első ízben gondoltuk azt, hogy itt a Dózsa György úton egy kolbász ízesítő versenyt szervezünk, egy kis pálinka versennyel egybekötve. Herceg Zsoltán mezőtúl polgármesterével beszélgetünk itt a kolbász ízesítő verseny közepén. Önöknél is van hasonló rendezvény? Ilyen jellegű nincsen Mezőtúron, de természetesen olyan szép számmal van, ami azt a célt hivatott szolgálni, hogy a hagyományainkat őrizzük, ápoljuk, és nem utolsó sorban a felnövekvő generációk részére átadjuk. Úgyhogy nagyon nagy örömmel jöttem a mai napon ide Karcagra. Természetesen az ember mindig lát sok új dolgot, és hát lehet, hogy majd mi is valami hasonlót létre fogunk hozni majd a következő esztendőben. Egyébként Mezőtúron van valami jellegzetes kolbász ízesítés, vagy hurkában van-e olyan, ami esetleg különbözik a karcagitól? Hát természetesen nekünk is megvannak a hagyományaink, amelyeket ugye a szüleinktől, a nagyszüleinktől tanultunk meg, ami egy picikét azért eltér a karcagitól, de alapvetően azért hasonlít rá, hiszen azért nem vagyunk egymástól olyan messze, Mezőtúr és Karcag közel van egymáshoz, és itt az Alföldön ez a kolbászkészítési hagyomány, maga a disznóvágás hagyománya, az természetesen nálunk is ugyanaz, mint itt Karcagon. Természetesen az ízesítésben azért némi eltérés van, de alapvetően tulajdonképpen ugyanazok a termékek készülnek, és ami nagyon fontos, hogy a házaknál felnevelt, felhízlalt sertéseket vágják le, és hát természetes adalékanyagokkal, hagyományos módon készülnek napjainkban is ezek a finomságok. Hát akkor reméljük, hogy legközelebb versenyen esetleg mezőtúri csapatot is köszönhetünk majd. Feltétlenül voltunk már itt ezen az eseményen, illetve egy másik, de hasonló jellegű eseményen. Természetesen, hogyha
úgy sikerül összeszervezni itt az adventi időszakban a programjainkat, akkor természetesen csapattal is jönni fogunk, és hát hasznosak ezek a találkozások a szakemberek számára is, és hát nekünk laikusoknak is azért sok érdekesség van egy ilyen eseményen. Akkor reméljük, hogy így lesz, hogy még jönnek sokszor hozzánk. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! A birkafőzők most más szerepben is megmutatják, hogy mit tudnak. Nagy György Jenővel beszélgetünk. Miért tartották fontosnak, hogy kolbász ízesítésben is elinduljanak? Hát mint egyesület benne vagyunk mindig a város életével, hát nem gondolnám, hogy ebből kimaradtunk volna. Hát nagyon szívesen jövünk egy ilyen rendezvényre, és ebbe is szeretnénk megmutatni, hogy ebbe is jók vagyunk a kolbász töltésbe, nem csak a birkafőzésbe. És itt is ugyanolyan nagy az összhang, hogy mindenki a saját ízesítése szerint vagy, vagy ki mondja ki a végső szót? Az az igazság, hogy jelen pillanatban nem a hagyományos karcagi kolbászt akartuk megvalósítani, hanem egy kis csabai ízeket próbálunk belecsempészni ide a megszokott helyi ízek közé, tehát egy kis köménymagos, több paprikával ízesített kolbászt fogunk tölteni, és úgy gondolom, hogy ebbe elég jó összhang volt mind a hármunk részéről, mert mindenki tudta, hogy mit kell ebbe beletenni. Akkor mutassuk be a csapatot. Szabó Péter csinálgatja itt a kis gombócokat, és Balog István tölti a belet keményre. Én meg a tekerő vagyok, gyakorlatilag a gépes, úgyhogy így lehet mondani a csapatot. Akkor most a legfontosabb feladat az öné, hiszen önnélkül most ez a bél nem fog megtöltődni ezzel a finom keverékkel. Reméljük, hogy a zsűri is értékelni fogja. Én úgy gondolom, igen, hogy ezt értékeli. Próbáltuk azért a régi kis hagyományos darálót elhozni. Ugye régen nem voltak ezek a dugattyús töltők, hanem ezzel töltötték meg. Meg hát a kis teknővel is próbáltuk ezt a kis régi feelinget előhozni itt hozzánk. Köszönjük szépen, sok sikert a csapatnak! Köszönjük! Fodor Csabával beszélgettünk, milyen csapatként indultak? A karcagi Ese Oroszlánok csapatával indultunk, a kosárlabda szakosztály gyakorlatilag, és a baráti, és a baráti társaság. Mit kell tudni erről az ízesítésről? Hagyományos karcagi lesz, vagy valami más? Hát hagyományos karcagi is, és egy kicsit megvan még viccelve, tehát egy kicsit teszünk bele mást is, nem csak a hagyományos karcagit. Egyébként a csípős paprika, édes paprika, só, bors és a kömény variációja található benne, meg egy kis meglepetés, de azt nem mondom meg. Hát akkor reméljük, hogy a zsűrinek ez nem nagy meglepetés lesz, és értékelni fogja az önök munkáját. Kik a csapat tagjai? Hát Örlő Zoltán, Mile Sándor, Csé Szabó, doktor úr is itt van velünk, Vadai László, Kovács Benedek. És hát ön, mint aki vállalta a megmérettetést. Igen, és én Podor Csaba természetesen. Ja, a Szepesvári Csaba is, igen, itt van. Akkor vannak itt háttéremberek is, akik segítenek, szurkolnak a csapatnak. Jó munkát kívánunk! Köszönjük szépen! Zsolnai Gáborral beszélgettünk, hiszen itt, ahogy hallgattam a csapat értékelését, nagyon sok olyan kérdés is föltett, ami nem pont a töltéshez kapcsolódik. Fontosnak tartott, hogy a fiatalokat kifaggassa egy kicsit? Hát, ha már bevallott, hogy ő kémiát tanul, akkor a élelmiszer kémiában nem baj, ha jártas valaki, mert ugye nem csak azért eszünk, hogy jól lakjunk, hanem az is, hogy a testünket tápláljuk. Na most ehhez azért nem baj, ha tudjuk, hogy mi van az élelmiszerekben. És ha már ő bemondta, hogy ő kémiát tanul, hát akkor gyerünk, akkor mi együnk el egy kicsit, ezért játszottunk ezzel a gondolattal el. Hát úgy látom, hogy a csapat vevőből arra 13-as számot viselik, tehát gondolom, hogy ez a szerencse számok is egyben. De egyébként komolyra fordítva, a zsűri mi mindent néz itt a csapatoknál? Hát én megkérdeztem minden csapatot, mivel ők készen kapták a húst, hogy hogy voltak megelégedve a hússal először. Tehát az arányjal, a darabolással, a darálási móddal, átdarálták, nem darálták, hogy értékelték. Tehát először ez volt az egyik kérdés. Hogy küzdöttek meg azzal, hogy hideg volt a hús, mert bizony ez egy kolbászkészítésnél nem egy előny. Minden csapattól megkérdeztük azt, hogy milyen egyéb anyagokat tettek bele, tehát milyen fűszereket, ízesítőket használtak. Bátrabbaktól azt is megkérdezem, milyen arányban, mert azért az érdekes, hogy marékszám mérik, vagy mérlegen mérik az adalagokat, mennyire tudatos, hogy hogy választottak fűszereket. Nagyon érdekes volt, mert volt itt, aki a magyar kolbász volt, csak a fűszerpaprikát hagyta ki, és hát végül is azt mondjuk, hogy erdélyi szokás szerint készítik. El lehet fogadni ezt is, mert hát ez is kolbász.
Én Olaszországban jártam, ott is ettem hófehér kolbászt, és nagyon érdekes volt. Tehát itt is nagyon kíváncsiak. Van, aki savanyú káposztát tett bele például, az külön érdeklődésre vár, amilyet még én sem ettem soha életemben. Tehát milyen különleges dolgokat, hogy mi az, amiben szokásostól eltérőek, amit csinálnak, azt is megkérdeztük és elmondták. Érdekel minket a csapatmunka, és érdekel minket az, hogy eszükbe jutott-e az, hogy a mandzsátát nem illik bele nyomni a masszába. Tehát, hogy mennyire dolgoznak tisztán, átgondoltan, mennyire egységesek a csapatban. Ezeket mind megnéztük, aztán megnéztük azt, hogy hogy töltik, szellőse, nem szellőse, jól párosítják-e. Úgyhogy van mit nézni bőven. Miniszter az előbb elmondta, készítettünk fel egy interjút, és ott beszélt a fehér kolbászról, tehát Karcagon is ismerik a fehér kolbászt, nem csak Erdélyben, és ennek azért akik itt az fehér kolbászt szokták, azok, akik a hűtőbe teszik, és sokáig szeretnék a fagyasztóban, hiszen itt miniszter is elmondta, hogy a paprika megkeseredik, tehát elsősorban ezért volt Karcagon a fehér kolbásznak nagy hagyománya. Igen, hát ugye a konyhában az a csodálatos, hogy ugyanabból a nyersanyagból, alapanyagból rengeteg ötletet ki lehet hozni, és rengeteg változatot lehet készíteni. Ez a fehér kolbász ötlet is egy nagyon jó pofa ötlet. Például volt itt egy kolléganő, aki, vagy én hadd mondjam kollégának, hiszen ugye a szakmát gyakoroljuk, azt mondta, hogy egy kis gyömbért tesz bele, és megkezdte, hogy miért. Azt mondja, hogy egészségügyi dolgozó, és tudja, hogy a segíti az emésztést. Tehát ezek nagyon aranyos történetek, hogy egy kis csavarás, vagy szegfűborsot tett bele valaki. Ez kicsit megint szokatlan, de belefér. Tehát lehet magyarul egyéni ízléseket is belevinni, lehet tájegység ízléseket is belevinni. És az alap az az, hogy a hagyományokat, és az, hogy Magyarországon készüljenek kalbászok, ugyan bocsánat, fel is legyen füstölve esetleg, ezt nagyon-nagyon örülök, hogy itt is ápolják, és ezt szeretve őrizzük, mert nemzeti gyökereinkhez ez szűrösen hozzátartozik, hogy mit eszünk. Hát akkor, ahogy hallgatom, nem lesz egyszerű dolga a zsűrinek, hogy megtalálja a legfinomabb kolbászt a mai napon. Egy jó munkát kívánunk önöknek ehhez. Nagyon szépen köszönöm. Zsűrizni mindig nehéz különben, mert a jókból kell a legjobbakat kiválasztani, és ha valaki kevésbé sikerül, azt nem kell bántani, csak el kell mondani, hogy mit kéne másképp csinálni. Ez egy összetett feladat, de én nagy örömmel járok ide Karcagra, most már jó néhányszor meghívtak, mert az a mosoly és az a tiszta virtus, ami benne van az emberekben, az lenyűgöző. Itt is úgy néz ki, hogy nagyon szépen dolgoznak, és én biztos vagyok benne, hogy finom kolbászok kerülnek a asztalra egy óra múlva. A Vihar sarki betyárokkal beszélgetünk, akik Gyuláról érkeztek. Először kérnék szépen egy bemutatkozást. Balog Lajos vagyok, Gyuláról. Ki a segítője? Fenesi János. És a Vihar sarki betyárok milyen módon készítik ezt a kolbászt? Hát mi egy olyan tájjellegű kolbászt készítünk, amit Békés megyére jellemző. Hát ez a fokhagyma, só, a kétfajta őrölt paprika, az édes és a csípős, és akkor ezeknek az arányát megfelelően eltáll. Természetesen a húshoz a megfelelő szalonna. Itt most olyan húst kaptunk, hogy 30% a szalonna, 70% a hús arány, ez jó általában. És akkor ennek a keverékéből jó összegyúrásával készítjük itt a kolbászt. Mi hoztunk otthonról egy ismerettség által, van egy olyan bőlér volt, ahol nagyon jó minőségű beleket árulnak, amit még külön el szoktunk mi takarítani, mert nem bízunk azért a zacskósba, úgyhogy mi így készítjük a kolbászt, hogy a higiénia is legyen a maximális. És valami különleges fűszer, titkos fűszer, bármi? Van. Legyen így, hogy van, de az úgy hívják, hogy bors. Nem is annyira titkos ez. Egy picike bors nem árthat néha, de nem szabad elvinni túlzásba. Ugye a gyulai kolbászra ez jellemző, hogy ott van benne bors, de ez csak egy minimális. És ettől egy ilyen kellemesebb ízt is ad. Van, aki rakja, van, aki nem rakja. Meg kell kóstolni majd a végén, majd látjuk, hogy milyen lesz, ugye? Akkor jó munkát kívánunk önöknek! Köszönjük szépen! Szepesi Tiborral, a Délinék Kulturális Központ igazgatójával beszélgetünk itt a verseny közepén, hiszen a zsűri már javában dolgozik. Hány csapat nevezett? Üdvözlöm a televízió nézőket! Hát ahhoz képest, hogy első ilyen jellegű verseny és első rendezvény ezen a jelenlegi helyszínen, én azt gondolom, hogy reményen fölül 19 csapat adta le nevezését a mai versenyre, és ahogy elnézem itt a járókelőket, nézelődőket, látom az arcokon, hogy többen megbánták, hogy már nem neveztek be ebbe a versenybe, úgyhogy bízom benne, hogy jövőre folyamatosan növekedni fog majd ez a létszám.
reméljük, hogy így lesz, hiszen itt beszélgettünk mi is a mezőtúri polgármester úr, ő is mondta, hogy ők is szeretnének, vannak itt vihar-sarki csapatok is, reméljük, hogy tényleg egyre népszerűbb lesz ez jövőre. Beszéljünk a házi pálinka versenyről, hiszen az azért már 6. alkalommal kerül megrendezésre. Igen, hagyományosan elég nagy a jelentkezési létszám, minden évben egyre több. Idén örömmel mondom, hogy több mint 33-34 pálinka az, amely leadta a nevezést. Azért mondom, hogy nem lehet tudni a pontos számot, hiszen a zsűri majd eldönt, hogy mit nevez pálinkának és mit nem, hiszen vannak ízesített szeszek, diólikör, stb. Nyilván ezt majd ők eldöntik, hogy mennyire felel meg a pálinka kritériumainak. De több mint 30, és ez egy örömteli szám. Hát akkor reméljük, hogy a zsűri majd ott is talál nagyon kiválóságokat, hiszen azért mindenki büszke arra, hogyha egy díjat vehet át a pálinkájáért. Mikor lesz az eredményhirdetés, és addig mi minden vár még az itt érkezőkre? Ugye folyamatosan megy a kolbásztöltés, hiszen a zsűrinek leadott kolbász után még folyamatosan töltik a csapatok azt a 10-15-20 kilót, ki mennyit rendelt a szervezőktől. Aki igényelte, el fogjuk vinni a kolbászt, megsütjük, visszahozzuk sülve ide a rendezvény területére, és akkor azok a csapatok, csapattagok, kiegészülve akár a hozzátartozókkal, akár az itt bámészkodókkal, érdeklődőkkel, megkóstolhatják és elfogyasztatják az elkészült kolbászokat, tehát gyakorlatilag egy helyszíni baráti zsűrizés is történik a fő zsűrin kívül. Természetesen a színpadi programok, produkciók, a pergőműhely gyermekszínházi előadása már véget ért, jelenleg a tehén tánc banda húzza a talpalávalót, de utána lesznek könnyűzenei programok, és természetesen a végén az eredményhirdetés. És hát azért nagyon sok hungarikumot is meg lehet nézni, meg lehet kóstolni. Így van, ez egy másik része a rendezvénynek, ugye a kirakodóvásár és kóstolás, amelynek legfontosabb eleme azok a hungarikum elemek, amelyet itt a helyszínen meg lehet kóstolni. Tehát a kiváló minőségű magyar sertésből készült csípős és csemege csabai szalámin kívül a mézet, a birkapörköltöt és minden olyan hungarikummá nyilvánított terméket, ami jelenleg itt rendelkezésünkre áll, ugye a kürtős kalács itt a hátam mögött, az illatát is érezzük, tehát ez mind-mind megkóstolható, megvásárolható, és hát ugye a kézműves termékek közül pedig közeledvény karácsony, hiszen holnap már advent 4. vasárnapját ünnepeljük, ugye akár karácsony ajándékok is vásárolhatók. Azt gondolom, hogy még a nap közepén járunk, de már most azt mondhatjuk, hogy nagyon sokan jönnek érdeklődni, városból, sőt vidékről is jöttek, akik szeretnék megnézni ezt a fesztivált. Igen, nem gondoltunk arra, hogy fesztivál lesz, de örömmel látom azt, hogy a nagy hideg ellenére, hiszen azért december közepén járunk, a nagy hideg ellenére is nagyon sokan kilátogatnak. Tervünk az volt, hogy nem egy nagyon hosszú rendezvényt szeretnénk, egy 10-től 3-ig tartó rendezvényt, és ezen a rendezvényen szeretnénk egyszerre mindent megmutatni, tehát aki kijön ebben a rövid időpontban, talán a nap legmelegebb időszakában, hogyha annak lehet nevezni ezt a -1-2 fokot, akkor mindent megtalál, szétnéz, kóstol, jól érzi magát, egy kis pálinkát iszik, kolbászt kóstol, vásárol, színpadi produkciót lát, gyerekek akár kézműves foglalkozásra mehetnek. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki ez alatt a rövid idő alatt megtalálja a kedvére valót. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Szívós Imrével beszélgettek, hiszen úgy hallottuk itt a zsűritől, hogy különlegességet is készítettek. Mi ez pontosan? Hát ez egy igazi kunsági kolbász, karcagi ízesítésmódra, savanyú káposzta változattal. És ez most csak a verseny kedvéért, vagy máskor csináltak? Persze, ott szoktunk csinálni, úgyhogy járok disznót vágni, egy kis különlegességet mindig csinálunk. Különböző, hát főleg a vadas ételeket, de ez adott a kolbász fesztivál, hát akkor legyen savanyú káposztás. De akkor készült hagyományos is? Persze, hagyományos, rendes kunsági, hagyományos karcagi kolbász. Saját ízesítésünk szerint. Egy persze akartam kérdezni, hogy van-e benne valami különlegesség, vagy csak a hagyományos fűszerezés? Nem, a rendes hagyományos fűszerezés, sógós, paprika, fakagyma, ez tárolható, süthető, úgyhogy füstölhető, több hónapon keresztül eláll. Mit kell tudni a csapatról? Hát a csapatról, futbolisták voltak, én is az voltam. Nagyon,
De akkor meg volt az összhang itt is, nem csak a pályán. Meg, mert úgy érzem, hogy megbíztak bennem, meg felkértek, hogy ne talán tudnék segíteni nekik. Én ebben benne vagyok minden nap ebben a sütés-főzésben, úgyhogy imádok velük lenni. Hát akkor én azt kell, hogy sok ilyen kolbászot vegyenek még részt együtt, és hát reméljük, hogy a zsűri is mint különlegességet értékelni fogja. Hát gondolom, mert nem valószínű, hogy nagyon ismerik ezt a fajta étket, úgyhogy de másba is mindenbe szeretem ezeket a különlegességeket. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Németh Pállal beszélgetünk, hiszen itt egy különleges kolbász készül. Mit kell erről tudni? Hát erről a kolbászról azt kell tudni, hogy Erdélyből hoztuk, szüleink, nagyszüleinktől örököltük ezt a receptet. Ez semmi különlegesség nincsen benne, só, bors, fokhagyma, és ennyi. És egy nagy halom szeretet, amivel készítettük. És hát attól fehér kolbász, hogy nincs benne paprika, hiszen ezt elmondta már a zsűri elnöke is, hogy ezért különleges az önök kolbásza. És egyébként csak azért nincs benne, hogy könnyebb eltartani, vagy egyébként sem? Hát tulajdonképpen az eltartásnál nem tudom, hogy mennyire játszik szerepet a paprika, de viszont, hogyha sütjük szénen, grillezzük, akkor a paprikás kolbásznak egy picit nem olyan az íze, mint amelyikből hiányzik a paprika, vagy nem rakunk paprikát bele. Tehát grillezés szempontjából, vagy sparhel tűzterébe sütött kolbásznak az íze egészen más, hogyha nincsen benne paprika. Tehát arról szól ez az egész, hogy a székely ember, mikor télen bemegy, és disznóvágás után süti a kolbászt, a sparhelba széthúzza a szenet, össze egy kis zsírpapírba csavarja a kolbász darabkáját, és beteszi a szénbe, úgy megsüti, kiveszi, és akkor úgy igazából úgy lehet fogyasztani, nagyon ízletes kolbász az. És hát azért valamit még iszik is rá. Hát így van, hát a székelyköményes az nem hiányozhat a disznóvágásról, lakodalmakról, keresztelőkről, mert ez egy nemzeti itala, a székely embernek a székelyköményes pálinka. Hát akkor reméljük, hogy itt ma minden sikerül, és minden nagyon finom lesz. Jó munkát kívánunk, hiszen azért van még egy kis teendő. Így van, köszönjük szépen, és várjuk az eredményhirdetés után a kóstolóra önöket is, és majd megkóstolhatják, hogy milyen is egy igazi székelykolbász. Köszönjük! A pálinka zsűrihez jöttünk be néhány pillanatra, Kovács Szilvia, a polgármester asszonnyal beszélgettünk. Itt mellettünk már javában összesítik a kóstolások eredményét. Milyen szempontok alapján értékelték a beérkezett pálinkákat? Hát értékeltük elsősorban az illatát a pálinkának, mennyire karakteres, mennyire adja vissza annak a gyümölcsnek az illatát, amiből készült, és ezt követően az ízt, illetve az ősz harmóniát értékeltük, és ez alapján egy 20 pontos pontozás került kiosztásra minden pálinka részére. Összességét tekintve én úgy gondolom, hogy nagyon finom pálinkák voltak, büszkék lehetnek a karcagiak a pálinkáikra, finomak voltak, jók voltak. Volt némelyik, amelyik nem volt annyira karakteres, illetve főzési technológiai problémák is voltak, de én úgy gondolom, hogy mindenki egészséges és finom pálinkát készített magának, úgyhogy ezt nyugodtan fogyaszthatja otthon a baráti körben és társaságban. Én úgy gondolom, hogy most kevés Szilva pálinka volt, ezt hiányoltuk is, hiszen a karcagiaknak a legfontosabb pálinkája mégiscsak a Szilva pálinka. Tudom, hogy a hagyományos, régi, tájjellegű, úgymond őshonos fajták már keveset teremtek ebben az évben, és inkább azok voltak termőképesek és gazdag termés nyújtóak, amelyeket frissen vásárolták, és valamilyen névvel dicsekedhetnek. Ez az egész országból visszajelzés volt felém. Egyébként, hogy a régi tájjellegű fajták most úgymond kicsit pihentek, és kevesebb termést adtak, többen nem tudtak pálinkát főzni. Ezt egyébként a benevezett pálinkák számából lehetett is látni, hiszen a tavalyihoz képest sokkal kevesebb pálinka érkezett a zsűrizésre, de összességében elmondható, hogy nem lett okunk a szégyenre, finom pálinkák készültek most is. Még nem tudjuk, hogy melyik szám mögé kinek a pálinkája tartozik, de volt esetleg valami olyan különleges, ami önnek nagyon ízlett.
Hát igen, több pálinka volt, például egy megy pálinka, nagyon finom volt, de finom volt kökény pálinka is, finom volt a szilva és a barack pálinka ötvözete is, illetve nagyon finom körte pálinkát és bírs pálinkát is kóstoltunk. Sokkal kevesebb alma szőlő pálinka készült, mint tavaly, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a szilva pálinkából nagyon kevés jött be ide a pálinka zsűrizésre. Hát remélem, hogy jövőre jobb lesz az Isten áldása, és több pálinka fog készülni a szilvából, hiszen mégiscsak Karcag a szilva pálinka hazája. Reméljük így lesz, és akkor majd várjuk, hogy milyen döntés hoz a zsűri. Így van, mi is türelmetlenül várjuk, és még elképzelt, hogy egy visszakóstolásra is lesz lehetőség, hiszen ki kell választanunk a legjobb pálinkát, és az a feladat még előttünk áll. Akkor még jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen. Az előzőekben a polgármester asszonytól már hallottuk, hogy ők hogyan értékelték, de Oroszlén dr. Prekop Erzsébet, a zsűri elnökét kérdezem arról, hogy milyen szempontokat kért, mit figyeljenek a zsűri tagjai. Hát a pálinka versenyeknek megfelelően az illatra, ugye legelőször, mikor a pohárral a orrunk felé kerül a pálinka, akkor az illatát rögtön érezzük, utána az ízét, az íznek a keménységét, hatékonyságát, hosszúságát kell tekinteni. Tehát ezek voltak azok, amelyekre leginkább oda kellett figyelni. És hát a zamatra, hogy mennyire jön ki az adott gyümölcsnek a zamata, abból az italból, amit éppen kóstolunk és bírálunk. Tehát ezek a legfontosabb tényezők. Én azt tudom mondani, hogy most már nem is tudom, 6. pálinka verseny, amin itt vagyok zsűri elnökként, és nagyon-nagyon kellemes meglepetés a mai bírálat. Nagyon-nagyon szépek voltak a pálinkák. Minőségben egy óriási javulás és fejlődés van a korábbi évekhez képest. Itt tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy egy-két pálinka volt az, amely negatív irányba nagyon kilógott a közel 40 pálinkából. És a korábbi években ennek majdnem fele, egyharmada, és óriási fejlődésen ment keresztül a pálinka szakma, mert gyönyörű, illatos, zamatos, gyümölcsillatú pálinkák voltak, gyümölcsízűek, tehát azok a régi, savanyú szagok, ízek, technokolos szagok, ízek, azok szinte egy az egybe hiányoztak. Azt gondolom, hogy akkor már sokan tanulják, hogy hogyan is kell a házi pálinkát készíteni. Volt esetleg valami különleges, ami önnek különösen ízlett? Hát különleges pálinkák voltak, azért volt két kökény pálinka, voltak ágyas pálinkák, volt füge pálinka, és hát én bízom benne, hogy lehet pálinkának nevezni, hogy a Magyarországon termett fügéből készült, és nem import fügéből. Ez természetesen nincs mellé írva, de én bízom benne, hogy hazai fügéből készült. Tehát voltak ilyenek, és hát nagyon sok szilva volt, amiben nagyon jó szilvák voltak, és hát természetesen gyengébb szilvák is. De hát ez nyilván függ a gyümölcstől is, a gyümölcs fajtájától is függ, a cefrézéstől, a főzéstől, tehát sok összetevője van azért egy jó pálinkának. Így, ahogy hallgatom önt, úgy gondolom, hogy a legjobbat akkor nem volt egyszerű, vagy nem lesz egyszerű, hiszen még nincs kiválasztva, nem lesz egyszerű itt kiválasztani. Igen, hát még a zsűri nagyon nyugodtan ül és várja, hogy kiértékeljük a bírálatokat, úgyhogy az most van folyamatban, és akkor utána a legjobb 4-5-6 pálinkából aztán újrakóstolással a zsűri el fogja dönteni a sampiondíjas pálinkát. De akkor jó munkát kívánunk, és akkor az eredményhirdetésen pedig kiderül, hogy ki az idei legjobb pálinka. Így van. Reméljük, hogy megérdemelten fogja kapni a legjobb pálinka a sampiondíjat. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Dobos László polgármesterről beszélgetünk itt a rendezvény javában zajlik, már nagyon sokan jönnek, mennek, érdeklődnek. Ez egy nagyon jó sikerült napnak tűnik.
Hát úgy tűnik, hogy igen, mert nagyon sok érdeklődő van, és ez a legnagyobb és legjobb bizonyíték arra, hogy igény van ilyen rendezvényre. Szerintem a helyszín is tökéletes, az idő is igazi disznótoros idő, úgyhogy sok finomságot lehet kapni, sok szép kézműves terméket lehet látni, vásárolni, érdemes eljönni és érdemes részt venni egy ilyen rendezvényen. És hát azt gondolom az, hogy kolbász ízesítő verseny van, az is vonzott ide embereket, hiszen a Mihalsaroktól kezdve sok-sok helyről érkeztek, és látunk különleges kolbászokat is. Természetesen, hát ha valahol disznótor volt, akkor ott megvolt a saját recept, és nyilvánvalóan a szomszédban már egy másik recept szerint készítették. Ez adja a sava borsát, hogy a kolbászok is sokszínűek, többfajta ízűek. Reméljük, hogy a zsűr is úgy fogja értékelni a különlegességeket is, és hát azt is reméljük, hogy sokan eljönnek jövőre is, hiszen gondolom, hogy már még nem múlt el ez a mai, de már biztos beszélnek arról, hogy jövőre is megrendezik. Reméljük, hogy így lesz, a hangulat jó, és nyilvánvalóan a csapatok is inkább ezt egy jó kis elfoglaltságnak, hétvégi programnak tartják, nem is igazi verseny, ez attól függetlenül, hogy természetesen lesz presztízse a helyezetteknek, meg a helyezéseknek, de inkább egy kellemes kikapcsolódásról szól ez a történet, és hogyha ennek híre megy, akkor nagy valószínűséggel még többen fognak majd jelentkezni. És hát aki ajándékot szeretne vásárolni, de a karácsony előtt utolsó napokban arra is van lehetőség. Hát igen, említettem, hogy nagyon szép kézműves termékeket is lehet látni és vásárolni. Aki még nem tudta le az ajándékozás nehéz problémáját, itt még kiegészítheti a karácsonyfa alá valókat. Köszöntöm nézőnket, Szepesi Tiborral, a Déréné Kulturális Központ igazgatójával beszélgetünk. Ott voltunk a Jótékony Mikulás fotózáson, és láttuk, ahogy gyűlnek az ajándékok. Itt viszont látjuk, hogy mennyi minden jött össze. A családsegítő szolgálatban vagyunk. Mi lesz a sors ezeknek a játékoknak? Igen, idén már sokat gyára került meg szervezésre a jótékonysági Mikulás fotózás, ahol ugye felülhetnek a gyerekek a szánkóra. Egy kérésünk van, hogy nem ők kapnak játékot, hanem ők hozzanak játékot, amelyet aztán majd a családsegítő szolgálat munkatársai eljutatnak a rászorulóknak. Nagyon sok játékot hoztak, ahogy itt mellettünk is látszik. Több mint 2 órán át tartott a Mikulás fotózás. Nem számoltuk, hogy hány gyerek vett részt, de hogy a fényképeket visszanézzük, több százan jöttek, illetve több mint 100-an jöttek, és ahogy a játékokat nézzük, több 100 játék gyűlt össze. Azt gondolom, hogy mindenkinek öröm lesz, hiszen ilyenkor van, akinek nincs más lehetősége, és csak a szolgált munkatársaitól fognak ilyen szép ajándékot kapni a fa alá. Nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy azok a játékok, amelynek egyébként ki tudja, mi lenne a sorsa, hiszen nőnek a gyerekek, folyamatosan új játékokkal játszanak, és ezek a megunt játékok így nem elhevernek, nem máshova kerülnek, hanem valóban azokhoz, akik rászorulnak, és igen, hát lehet, hogy ez az egyetlen ajándék, amely a fa alá kerül azokban a családokban. Akkor reméljük, hogy jövőre is lesz hasonló jótékony fotózás, és akkor még több ajándék gyűlik össze. Én azt gondolom, hogy igen, hiszen egyrészt van rá igény, hogy a gyerekek folyamatosan várják a Mikulást. Az, hogy mellette jótékonykodunk is, az nyilván az a cél, amelyről már beszéltünk, de hát ez a rendezvény, én azt gondolom, hogy kettős célt ér el. Örülnek azok, akik eljönnek, és örülnek azok, akik majd megkapják az ajándékot, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben, minden évben, Mikulás napjának környékén megszervezésre kerül ez a rendezvény. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Kuncsi Lával, a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjével beszélgettünk. Az előzőkben hallottuk, hogy itt a sok ajándék önöknél. Mi lesz ennek a sorsa, hogyan jut el a rászoruló gyerekekhez? Ezeket az ajándékokat természetesen ki fogjuk osztani az arra rászoruló gyermekeknek. Összekötjük azzal az adományosztással, amelyet minden évben mi is önkéntes alapon szervezünk és bonyolítunk le. Ebben az évben több mint 750 kiló tartós élelmiszer gyűjtöttünk össze a munkatársaink által, amelyet ezúton is köszönünk az adományozóknak, és ezt a 2 adományt, a játékokat, illetve a tartós élelmiszert együttesen fogjuk kiosztani az arra rászoruló családoknak, illetve gyermekeknek, még a karácsonyi ünnepeket megelőzően. Azt gondolom, hogy akkor ezzel mindenkinek szép karácsonyt tudnak biztosítani. Így van, ebben reménykedünk mi is.
Jó munkát kívánunk önöknek is, és hát jövőre is az, hogy legyenek ilyen adományozók, akik segítik az önök munkáját. Köszönjük szépen! Köszöntöm nézőnket, hamarosan kezdődik a Jászlókon Szolnok megyei mozgássérültek karcagi csoportjának az éves taggyűlése. Erről beszélgetünk Németh Imrénével. Itt nagy a mozgás, mindenki érkezik, látok itt kenderesieket és a környékbeli településekről is. Kiket hívtak meg a mai napra? A mai napra a városból civil szervezeteket, a Bajtási, Nagykun Bajtási Egyesület, a karcagi nyugdíjasok baráti körét, a civil fórum vezetőjét, meghívtuk a vidéki társcsoportokkal, akikkel a kapcsolatot tartjuk, Kisújszállás, Kenderes, Túrkeve, Berekfürdő, kit hagytam ki? Kunmadaras, öt helyiségről jöttek el, és hát a saját tagjaink olyan szép számmal megjelentek, hogy 100-on felül. Így adódott ez össze. És most hány tagja van az egyesületnek, a karcaginak, hiszen a város egyik legjelentősebb egyesülete? A regisztrált tagunk létszáma 769 fő, hát ebből nem mindenki fizető, tehát passzív tagság is van, de a fizető és aktív tagság felül van 200 főn. Itt most mindenki ismerősként üdvözli egymást, és én tudom öntől, hiszen azért sokszor találkoztunk már, hogy sok idős embernek ez a csoport jelenti egyáltalán azt, hogy kimozduljon otthonról, emberekkel beszélgessen, gondjait megoszthassa másokkal. Ez így van. Ilyenkor ez egy nagyobb ünnepség, még jobban felkészülnek rá, de nálunk minden hónapban van, minden hónap utolsó péntekén van csoportgyűlés, ahol szintén nagy szeretettel jönnek, ott mindig főzünk valamit, mindig egy-egy felelőse van annak, és hát nagyon-nagyon szeretnek jönni hozzánk, nem csak a rendezvényen, hanem csütörtöki ügyeleten is sokszor 19-20 fő összegyűlik, csak azért, hogy piacon voltam, beszaladok, megnézem, mi újság, vagy egy kávét megiszunk, tehát elég jó összekovácsolódott kis közösség van itt. Ez az igazság, hogy eléggé előregedett, ha szabad így mondanom, mert a tagság zöme 70 éven felül van. Nagyon sok 80 éves, sőt 90 éves tagunk is van, aki még aktív közöttünk. Itt említette, hogy csütörtökönként lehet bemenni a sorstársak házába, úgy tudom, hogy azért nagyon sok mindenben segítenek is társaiknak. Igen, az ügyeleten nem csak a belépés, tehát nálunk ott zajlik le a tagfelvétel, hanem igyekszünk segíteni ügyes bajok megoldásában, például az egyszeri segély, fogyatékossági támogatás igénylés, útbaigazítjuk a parkolási kártya kéréssel kapcsolatban, vagy gépjármű szerzésen, mert ezek elég komplikált dolgok. Sajnos nem mi intézzük, már átkerült a gépjármű szerzés, lakásátalakítási támogatás más pénzintézetekhez, de az útbaigazítást és esetleg a nyomtatványok kitöltésébe mindig készségesen állunk rendelkezésekre, meg gyógyászati segédeszközök igénylését, mert van nálunk igaz, hogy használt, de nagyon sokan igénybe veszik, ezzel tudunk segíteni. Azt gondolom, hogy minden kis segítség nagyon jól jön. Itt azért hátunk mögé nézek, rengeteg tombolatárgyat látok. Azt gondolom, hogy azért sokan önök mellé álltak a mai napra. Igen. Hát az az igazság, hogy a városból körülbelül 40 vállalkozó segít bennünket minden évben. Van, aki pénzbeli segítséget ad, van, aki tombola felajánlást ad, és annélkül meg se tudtuk volna rendezni, ha nem kapjuk meg évről évre ezeket a támogatásokat, és nagyon szépen köszönjük ezúton is, és várjuk jövőre is a támogatást. Én pedig nagyon jó egészséget kívánok mind a 700 tagjuknak, és azt, hogy sikerüljön jól ez a mai rendezvény. Hát nagyon szépen köszönjük, elvárjuk a polgármester urat, és megígérte, hogy jön, és nagyon sokat segített nekünk, ezúton is köszönjük, támogat mindenbe bennünket, számíthatunk rá. Ezt szerettem volna még elmondani. Köszönöm.
Köszöntöm nézőinket az Ifjúsági Házban, beszélgetek Egyed Zsolttal, a karcagi sakszakosztályvezetőjével, hiszen mögöttünk javában zajlik egy verseny. Azért beszünk egy picit halkabban, hogy ne szavadjuk a versenyzőket. Mi is ez a verseny? Hát ez már immár hagyományosan 10. éve rendezzük az évzáró rapid versenyünket, és tulajdonképpen ez a környékből ide jövő sakkozni vágyó embereknek egy évvégi, hát egy jutalom versenye. Igen, itt látjuk, azért vannak diákok, vannak idősebbek, vannak, akik rendszeresen részt vesznek, vannak, akik csak ilyenkor. Hát igen, tulajdonképpen itt már csak mindenki örömből sakkozik, nem a tét miatt. Nyilván azért vannak a első-második helyért vérmenő küzdelmek, de tulajdonképpen a legfontosabb az, hogy együtt vagyunk, és mindenki jól érezze magát, mindenki valami kis sikerélménnyel zárja az évet. És hogyan zár a szakosztály 2016-ban? Milyen legnagyobb eredményeik voltak? Hát 2016-ban egy sikeres évet zártunk. Ugye a tavasszal befejeződött csapatbajnokságon sikerült ismét a dobogón végeznünk a 3. helyen. Az ősszel ugye a következő bajnokság felénél minimális hátránnyal maradtunk le a dobogóról, és 4. helyről várjuk a folytatást. Egy jó tavaszi hadjárat meghozhatja a dobogót ismét, nyilván ebben bízunk. Egyénileg tulajdonképpen egy-egy Judit volt, aki kiemelkedő teljesítményeket ért el. Az idén megszerezte a női fidemesteri címet, tulajdonképpen városban első címviselő. 3 válogatott mérkőzésen van túl. U18-as női csapat Európa-bajnokságon tagja volt az 5. helyezett csapatnak. U16-os csapat olimpián tagja volt a 2. számú magyar válogatottnak, illetve egyéniben Prágában volt az egyéni Európa-bajnokságon, ahol talán a versenyek zsúfoltsága miatt is most nem tudott igazán meglepetést okozni, nagyjából az elvárásnak megfelelően végzett. De azért az apa az nagyon büszkén sorolja itt a lánya eredményeit. Milyen évre készülnek 2017-ben, hiszen azért mondta, hogy még a tabellán azért az sok esélyes, de lesznek-e valami kiemelt versenyek? Igen, lesznek. Tulajdonképpen hagyományosan, immár hagyományosan másodjára a 2. Wolf-György emlékversenyt fogjuk megrendezni március 15-18-án Berekfürdőn. Nyilván az MB2-es csapat az dobogóért harcol, a megyei csapat is szintén a dobogóért fog harcolni, és reményeink szerint egy-egy Judit is ismét valami világversenyen, illetve válogatottban szerepelni fog. Reméljük, hogy így lesz, és akkor majd visszatérünk ezekre az eredményekre, és hát akkor most már mindenki úgy látom, hogy lassan befejezi a játszmát, és az örömsakkozásnak vége van, és így mennek át a 2016-es évbe. Hát igen, úgyhogy még van 2 forduló, ezt lejátszok, és utána tulajdonképpen úgy gondolom, hogy kellő jó kedvel fejezzük be az évet, és ugyanilyen lendülettel kezdjük a következő évet. Sok sikert kívánunk Önöknek! Köszönjük szépen! Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk külön kiadása következik, melyben egy felvételt vetítünk Önöknek a felújított 4-es számú főút kenderesi szakaszáról. Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntjük Önöket. A komplex útfelújítási program keretein belül a 4-es számú főút mintegy 2,2 kilométeres újabb szakaszának átadásán itt Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Mint emlékezhetnek rá, a jelet ebben a térségben kenderesen adtuk meg, amikor legalább ennyire sütött a nap, de sokkal melegebb volt, hiszen az még júliusban történt, és hogyha végig gondoljuk, kenderes után most fegyvernekre érkeztünk, ami csupa ebetűt jelent, úgyhogy bátran mondhatjuk úgy, hogy ez nekem is, neked is egyszerre remek. Akik pedig erre autóznak, azok pedig felsóhajthatnak, hogy erre mennem kellemes. Tegyük hozzá, hogy végre a Nemzeti Ügyek Kormányának beruházása következtében. Engedjék meg, hogy külön szeretettel is köszöntsem a helyszínen dr. Fazekas Sándor fölművelésügyi miniszterurat, a térség országgyűlési képviselőjét, egyben kérem, hogy fáradjon a pódiumra.
Tisztelettel köszöntjük Rácz Péter urat, a Törökszent Miklósi Járási Hivatal hivatalvezető helyettesét, Kállai Mária megyei kormány megbízott személyes képviseletében. Tisztelettel köszöntjük házigazdánkat, Tatár László urat, Fegyvernek város polgármesterét. És a fegyverneki előjárókat, éppen úgy, mint a térségi polgármestereket, külön is Pádár Lászlónét, Kenderes első emberét, ugye tettünk már utalást arra, hogy Kenderes volt a jeladás a megyei útfelújítási programra. Köszönjük szépen, hogy együtt ünnepel velünk. Köszöntjük szeretettel Váncsa Zoltán urat, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jászlógykon Szolnok megyei igazgatóját. Tisztelettel köszöntjük a kivitelező képviseletében Mikola Miklós urat, a Hódút Kft. Főépítés vezetőjét. Szeretettel köszöntjük dr. Urbán Zoltán László megyei rendőrfőkapitány személyes képviseletében Téglás Zoltán ezredes urat, a Törökszentmiklósi Városi Rendőrkapitányság vezetőjét. És jelenlévő kollégáit is, akik szintén sokat segítettek az előkészítésben. Tisztelettel köszöntjük a Történelmi Egyházak jelenlévő képviselőit, nagy tiszteletű Gazdag Edit református lelkész, nagy tiszteletű Szabó József esperes urat és Bordás Péter plébános urat. Szeretettel köszöntjük kiemelten is a sajtó jelenlévő képviselőit, és előre is köszönjük nekik a munkájukat, a tájékoztatást, hiszen ugyan ez egy Jászlógykon Szolnok megyei város sikertörténete, de az egész ország közlekedését jelentősen befolyásoló beruházás, és szeretettel köszöntjük a meghívásunkat elfogadó kedves fegyverneki lakosokat is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, a köszönetek sorát pedig bővíthetjük. Köszönet a közlekedőknek a türelmükért, a sokszor 15-20 vagy akár 30 perces várakozások elviseléséért, vagy akár az évtizedes várakozások elviseléséért, hiszen ezen a téren a komplex útfelújítási program keretében a Nemzeti Ügyek Kormánya óriási lépéseket tesz most, és a szándékok szerint a közeljövőben is. Köszönet a városvezetésének a rendezvény előkészítésében nyújtott valóban hatható segítségéért, és köszönet a beruházónak és a kivitelezőknek azért, hogy egy fiatal városhoz méltó út született, amely az ország egyik fő közlekedési ütőere is. Ezek jegyében jelzem, a négyes számú főközlekedési útnak jelene és jövője is van, de nagyon színes múltja is, melyről színesen beszél majd Tatár László, Fegyvernek város polgármestere, aki tiszteletre kérek, hogy nyissa meg a rendezvényt. Tisztelettel köszöntök minden kedves vendéget a négyes számú főút felújított szapárfalusi szakaszának átadó ünnepségen. Engedjék meg nekem, hogy röviden kitérjek a négyes főútvonal történelmére. Az írások szerint a négyes főút elődje az első századig vezethető vissza. A Tiszamény természetes folyami útvonal mellett kialakult a szárazföldi szállítás is, mert a folyó nagyon szeszélyes volt. Ezen az úton szállították Erdélyből, Kárpátaljáról a kitermelt sót és fát. A nagykunság területét és környékét már az Árpád kortól több országos jelentőségű út érintette. Legfontosabb Szolnok, Palaszent Miklós, Fegyvernek, Bánhalma, Hegyes, Kócszoboszló és Debrecen. Fegyverneknél déli irányba elágazott, Mezőtúr Gyoma Békés irányába folytatódott. A rendszeres forgalom a 18. században indult meg, Mária Terézia indította a menetrendszerű postakocsi járatot. A 19. század végéig a megye területén állami út nem volt. 1884-ben felvetődött, hogy a megye legfontosabb közlekedési vonalai állami költségeken építendő utak legyenek. Azonban ezt a kérelmet elutasították, majd 1885-ben a miniszter mégis támogatást adott a megye részére útépítési és fenntartási feladatokra 3000 forintot. 1900-ban a megye kérte a minisztert, hogy Szolnok-Debreceni útvonalon hajtson végre változtatásokat, Törökszön Miklós kisújszállási szakaszon Szapárfalu és Kenderes érintésével építsék meg az utat kisújszállás felé. 1901-ben a miniszter Szolnok, Szajol, Törökszent Miklós, Szapárfalu, Kenderes kisújszállás nyomvonalat elfogadta. Ezt a dinamikus útépítést az első világháború és a tanácsköztársaság időszaka megtörte. 1930-ban egy 10 éves útépítési programot kezdett el a közlekedési minisztérium Budapest, Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza útvonalon.
1937-ben elkészült fegyvernek a 4-es számú átkelési szakasza 5,5 méter széles aszfaltburkolattal. A II. Világháború hadiszállításai, a karbantartás hiánya rendkívül módon befolyásolták a megye útjainak állapotát. A II. Világháború befejezése után elindult az újjáépítés, 1965. április 1-én létrehozták a Szolnoki Közúti Igazgatóságot, feladata a megye úthálózatának fejlesztése, korszerűsítése volt. A munka eredményeként 1980-ban a megyében elérték a 6 méter átlagszélességet a burkolt utak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a kis történelmi visszatekintés után elmondhatjuk, igaz az a mondás, hogy öreg, mint az országút. Kedves vendégeink, 1980 óta a 4-es számú út forgalma megnövekedett, a közúti teherszállítás nagymértékben hozzájárult az út elhasználásához. Romlottak az itt élők életkörülményei, tehát időszerű és indokolt volt az út felújítása. Hosszú évek teltek el a mai napig, számtalan szakmai egyeztetésen, tárgyaláson, lakossági fórumon vagyunk túl, de végül sikerült. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik hozzájárultak a megvalósuláshoz. Szeretnék köszönetet mondani a kormánynak, dr. Fazekas Sándor fölmérési miniszter úrnak, választókerületünk országgyűlési képviselőinek, hogy támogatta és segítette, képviselte a kormányon belül a térség érdekeit. Szeretnék köszönetet mondani dr. Bene Ildikó fejlesztési kormánybiztosnak, Kovács Sándor úrnak, a megyei közgyűlés elnökének, és szeretnék köszönetet mondani dr. Kárai Máriának, a megyei kormányhivatal vezetőjének. Szeretnék köszönetet mondani Váncsa Zoltán úrnak, a megyei közútkezelő igazgatójának, dr. Botka János Hunornak, a Török-Szent Miklós járáshivatal vezetőjének, a megyei, a Török-Szent Miklósi rendőrkapitányságnak, a fegyverneki rendőrösnek, a megyei volánytársaságnak. És nem utolsó sorban a kivitelezőknek, akik kiváló minőségben elvégezték a felújítást. Köszönet illeti meg az utazó közönséget is, az itt élőket, és név szerint Borgolya István urat, aki szívügyének tekintette, és civilként képviselte az itt élők érdekeit. Nincs olyan hivatal, szakhatóság, akik az ő nevét ne ismernék. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A beruházás ideje alatt 10 kooperáción vettem részt, kiváló együttműködés alakult ki a projektben részvevő megrendelő, kivitelező, önkormányzat és a szakhatóságok között. Ha kívánhatok, minden önkormányzatnak ilyen lebonyolítást és megvalósulást kíván. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A beruházás ideje alatt még egy fontos dologra derült fény, hogy mekkora szükség van az M4-es út megépítésére. Érzékelhető volt a kivitelezés alatt a forgalomkorlátozásoknak köszönhetően, hogy mekkora forgalmat bonyolít le ez az útszakasz. Sokszor 40-50 percet is várakozni kellett az autósoknak. És még egyszer szeretnék köszönetet mondani a megvalósulásban részvevőknek, az itt élőknek, az utazóközönségnek, és kívánok balesetmentes közlekedést mindenkinek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, tisztelt polgármester úr! Egyébként a komplex útfelújítási program, ha közbeszerzés szerűen nézzük, hivatalosan így hangzik: közlekedés biztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvájuk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása. Amire, mint arra Tatár László is utalt, óriási szükség volt, különösen ebben a térségben és ezen az útszakaszon, s történik ez összesen fél tucatnyi helyen, csak ebben az esztendőben is, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, amely a szándékok szerint még nagyobb volumenben folytatódik majd 2017-ben. Így ez az útszakasz már alkalmas arra, hogy a várhatóan megnövekedő karácsonyi forgalmat is biztonságosan levezesse. Ezek jegyében kérem Váncsa Zoltán urat, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jász-Nagykun-Szolnok megye igazgatóját, hogy tartsa meg köszöntőjét. Tisztelt miniszter úr, tisztelt polgármester, asszonyok és urak, tisztelt meghívottak! Szeretettel köszöntök én is mindenkit itt a fegyvernek szapárfalui 4-es út szakaszának a felújító záró rendezvényén, és el szeretném mondani, hogy a Magyar Közút megbízásából a kormány finanszírozásával ebben az évben 69 milliárd forint került a kivitelezők tárcájába, aminek az eredménye az lett, hogy több mint 300 kilométer útburkolat újult meg az országban. A megyénkre leszűkítve ezt a keretet,
több mint 3 milliárd forint lett az az összeg, ami a megyei úthálózatunknak a felújítását elősegítette. Ahogy az előbb elhangzott, 6 helyen került felújításra, főleg a főközlekedési úthálózatunk. Hát, hogy belekapaszkodjak én is a felvezetőn szövegébe, hát az országút nagyon el van öregedve Magyarországon. Hát ezt nagyon jól láthattuk itt Szapárfalun is, amikor elkezdődött ez a felújítás, ami hát sajnos csak 2,2 km hosszúságban történt. Több mint 430 millió forintból újult meg ez a szakasz. A régi betonburkolatig le kellett menni, aminek a teherbírása megfelelő volt, de viszont olyan repedés és hézag áttükröződések voltak, ami bántotta az itt élők komfortérzetét, dübörögtek rajta a teherautók, zörögtek. Mindezeket a kivitelezőnek sikerült úgy megszüntetni, hogy reméljük, hogy még hosszú időn keresztül ilyen csendesen fog itt a forgalom keresztül menni. Az ezelőtti burkolatfelújítás az 34 évvel ezelőtt történt. Tehát az az aszfalt burkolat, amit most felmartak innen és elszállítottak, mint martaszfalt, az 34 évig állta a, mondjuk azt, hogy a sarat. Most nem csak a burkolat újult meg, hanem evel együtt megújultak a patkák is, nemesített patkákat építettek ki a kivitelezők, felújították a buszöblöket, a buszperonokat, a burkolatjeleket, a kresztáblákat, egyéb forgalomtechnikai eszközök is bevetésre kerültek, ahol a négy sávból leszűkül kettőre a forgalmi sávoknak az összessége. Ott még burkolat prizmákat is helyeztek el, hogy este sötétben jobban vezesse meg az autósokat, sőt, ott még a szallagkorlátokat is megújították. Mindezek után most van egy új burkolata a településnek, és mindenkinek kívánom, hogy hosszú időn keresztül tudja ezt használni, de észszerűen, okosan, hogy ha kell, tudjon is megállni rajta. Mert tudjuk, hogy a baleset abból adódik, hogyha valaki nem időben tud megállni, rossz helyen áll meg, zavarja a többi közlekedőt, ne adj Isten olyan reklámtáblákat helyez ki, amik elvonják az utazók figyelmét. Jó utat kívánok mindenkinek még egyszer, és sikeres közlekedést. Tudjunk a végén megállni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, tisztelt igazgató úr! Mint hallották, Váncsa Zoltán is kiemelte, hogy sokkal csendesebb lett a közlekedés. Mondhatnák, a fegyvernekiek épp olyan mérhetetlenül fognak ennyire örülni, mint a kenderesiek. Polgármester asszony bizonyára meg tudna erősíteni, hogy az elmúlt fél évben is mérhetetlen mennyiségű zajtól, és mondjuk úgy, hogy halláskárosodás csökkenéstől szabadultak meg. Úgyhogy ennek ilyen szempontból is valóban óriási előnye van. Ez a fejlesztés sorozat része azon ígéret csomag beteljesülésének, amely jó két esztendeje hangzott el az országos választások idején az egyéni képviselőjelöltől, akit nagy közbizalommal választottak meg, és a tárcavezetést is folytathatta. Része, mert hogy folytatása is bőségesen következik ebben a térségben is, javítva a Nagykunság és a tiszatavi régió elérését, kényelmes és biztonságos elérését. És ahogy azt a iménti felvezetőben hallhattuk, és az országos hírekben, az a bizonyos M-betű is lassan a négyes elé kerül, ráadásul egy jelentős szakaszon. Tisztelettel kérem dr. Fazekas Sándor urat, úgyis, mint földművelésügyi minisztert, és kiemelten is, mint a térség egyéni országgyűlési képviselőjét, hogy tartsa meg ünnepi avatóbeszédét. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt polgármester úr, tisztelt önkormányzat, kedves fegyvernekiek, kedves szapárfaluja! Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az ünnepi alkalmon, amikor egy olyan útátadásra kerül sor, egy olyan útfelújítást zárunk, amelyre igazán sokan fölhívták már a figyelmemet korábban is, hogy szükséges. Egy olyan beruházás készült el, amely a település lakói számára már, település lakói részéről már régen felvetődött, a négyes főút burkolat felújítása.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Polgármester úrral az imént váltottunk pár szót még a rendezvény előtt, hogy körülbelül 3 éve lehet, vagy talán 4 éve is annak, amikor képviselő jelöltként a település előtt álló fontosabb feladatokat összegeztük, amelyek a képviselő számára is feladatokat hordoznak. És akkor ő említette, hogy hát itt már tényleg nagyon megérett a helyzet, hogy legyen egy burkolatfelújítás, be kellene avatkozni, a 4-es az szinte járhatatlan. Én is úgy láttam, hogy hát mint erre közlekedő ember, hogy egyre jobban rázza a kocsikat, egyre rázósabb, egyre rögösebb ez az út, csak a rögök azok aszfaltból voltak, ilyen nyomvájuk és szakadások voltak az úttesten. És akkor abban maradtunk, hogy írunk a megfelelő minisztériumba egy levelet, ez meg is történt, hogy kérjük azt, hogy minél hamarabb történjen meg az útfelületnek a fölmaratása. Vissza is jött a levél, hogy hát erre nincsen lehetőség, de be fogják ütemezni ezt a munkát. Hát mindegy, megállapítottuk, hogy nem vagyunk sokkal előrébb, ehhez képest héten jött egy levél arról, hogy hamarosan megkezdik a munkát, egy évvel később. Akkor nagyon örültünk, vártuk is, hogy megkezdődik, utána mégse indult be a munka, hanem átkerült abba a programba, amelynek a részeként most a teljes úttest megújult, tehát lényegesen több munkát sikerült elvégezni, nagyobb beruházást sikerült elvégezni, mint amit egyébként megcéloztunk. Így még inkább használható ez az út, csendesebb rajta a forgalom, gördülékenyebb a szó pontos értelmében is. Én gratulálok Fegyverneknek, Szapárfalónak ahhoz, hogy ezt a pályázatot sikerült az útügynek megvalósítani, és ezáltal a település gazdagodik, hiszen itt mi, akik átutazunk, vagy akár más távoli tájakról, külföldről is átutazók vagyunk, néhány perc alatt végig suhanunk a településen, de akik itt élnek, azoknak nagyon fontos az életminőség szempontjából, hogy milyen a forgalom, mennyire zajos, mennyire zörög éjjel és nappal, szombaton, vasárnap, vagy éppen hétfőn. A vidéki életminőség, Szapárfalu, Fegyvernek életminősége szempontjából az egyik legfontosabb beruházás ez. Az úton járók számára pedig a megye egyik legforgalmasabb, leginkább balesetveszélyesebb szakaszán lehet biztonságosabban közlekedni, és tényleg nem okvetlenül a forint a lényeg. Ez egy 430 millió forintos beruházás, de jól tudjuk, hogy a súlya, a jelentősége ennél sokkal-sokkal nagyobb. Ezt láthatjuk is itt valamennyien. Hiszen könnyebb közlekedni, és könnyebb itt élni is ezáltal. És hogyha belegondolunk, abban itt elhangzottak dátumok is, hogy hát katonakoromban volt az utolsó felújítás 82-ben, hát igencsak megszolgálta ez az út a akkori befektetéseket, és megérett a helyzet arra is, hogy folytatódjék a 4-es autópálya kiépítése. Itt a Szolnoki elkerülőnél, a hiányzó 4 sávos szakaszoknak a kiépítésénél egyaránt. Attól függetlenül ezeket a szakaszokat természetesen rendbe kell tenni, tehát a kormány elhatározott abban, és ezt az álláspontot én is képviselem, hogy valamennyi főutat és mellékutat föl kell javítani, meg kell újítani azért, hogy a közlekedés az 21. századi színvonalon balesetmentesen történhessék. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekem meggyőződésem, hogy ez a mostani ünnep, ez messze túlmutat a beruházási összegeken, a határidőkön, hiszen a folyamatot mutatja, ami az útfelújításra irányul, illetve azt, hogy a megyei kivitelezéssel foglalkozó szervezetek, illetve a helyi önkormányzatok is eredményesen együtt tudnak működni, együtt tudunk működni azért, hogy ilyen és hasonló beruházások megvalósuljanak. Egyfajta adventi karácsony előtti ajándék ez tehát, és én biztos vagyok abban, hogy mindenki, amikor ennek az évnek a mérlegét megvonja itt Fegyverneken, polgármester úr, az önkormányzat, akkor a legfontosabb beruházásként a lakosság életminőségét befolyásoló, pozitív irányba befolyásoló beruházásként tartják majd számon ezt a fejlesztést, amelyhez gratulálok. Szeretném megköszönni a tervezők, bonyolítók, kivitelezők, az útügyesek munkáját, mindenkinek, aki ennek részese a hatóságok oldaláról, a média vonatkozásában, egyáltalán mindenkinek a türelmét, aki a beruházással bizony itt kellett, hogy várakozzon, és a település lakóinak is, akik egy utolsó mély lélegzetet kellett, hogy vegyenek akkor, amikor ezt a munkát folytatták, és amikor tényleg itt egy építési területen zajlottak a mindennapjai. Én kívánom azt, hogy a feladatokat el tudjuk végezni, amelyek még hátra vannak. Kívánom azt, hogy a település életében még sok ilyen fontos ünnepre, sok ilyen beruházás átadásra kerüljön sor. Szívből gratulálok mindenkinek. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, tisztelt miniszter úr, mint ahogy dr. Fazekas Sándor jelezte. Egy újabb jelentős akadály hárult el a biztonságos közlekedés elől ebben a térségben. Egyébként akadálymentesítés a valóságban is történt, hiszen a kijelölt gyalogátkelő helyeket nem csak felújították, hanem akadálymentesítették is. És még néhány műszaki tartalom. Teljes hosszon megtörtént a stabilizált patka építése, az autóbusz peronokat, öblöket is felújították, a forgalom technikai eszközökkel egyetemben tartós kivitelű burkolati jeleket festettek fel, és ugye arról már hallottunk említést, hogy éjszaka is biztonságosabb lehet a vezetés, hiszen az útburkolati prizmák, amelyeket elhelyeztek, ezeket segíthetik a szalagkorlát cserékkel egyetemben. Ez csak néhány jelzés volt a 2,2 kilométeres szakasz műszaki tartalmából. A fejlesztés készre jelentéséhez pedig szeretettel kérem Nikola Miklós urat, a Hódút Kft. Főépítés vezetőjét. Tisztelt miniszter úr, tisztelt megrendelő és jelenlévők! A Hódút Kft. A létesítményt a kiviteli tervek szerint első osztályú minőségben elkészítette, azt a mai napon átadásra felajánlja a közútnak az erőnek. Kérem szeretettel önöket, és még azt a néhány perc türelmet, amíg a magyar hagyományoknak megfelelően egy kicsit elcsendesedünk, magunkba merülünk, és az áldással, szenteléssel tesszük teljessé ezt az útavatási szertartást, melyre tisztelettel kérem nagy tiszteletű gazdagedi református lelkészt és Bordás Péter római katolikus plébánost. Szeretett testvérek, ezen az ünnepi alkalmon hallgassuk meg Istenünk igéit, Ézsaiás könyvének 40. részéből, a 40. rész 3. verséből. Építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon. Advent időszakában valóban fontos az útkészítés. Istenünk elkészítette azt az utat, amellyel mi hozzá közelebb kerülhetünk. És tudjuk, hogy ez az útkészítés, az ő útkészítése, az ő eljövetele, a szeretetének a jele. És tudjuk, hogy ez a mai nap, ez az út átadás is a szeretetnek a jele. Hogy szeretjük a körülöttünk lévőket, fontos a körülöttünk lévőknek a biztonsága. És valóban, amikor egy új útra tekintünk, akkor mindig azt látjuk, hogy milyen jó lenne azon biztonságosan, boldogan közlekedni. Ez készíti el az Isten mindannyiunk életében, főleg így adventkor erre kell, hogy tekintsünk. És hálát adunk Istennek ezért a felújított útért, amelyen mehetünk, amelyen biztonságban lehetünk, és valóban Isten áldását kérjük eznek az útnak minden készítőjére, és az úton utazókra is, hogy mindenki a szeretet felé menjen ezen az úton is. Isten áldása legyen rajta. Az Ószövetség betelt. Jézus Krisztusban, aki önmagát nevezi útnak, akiben és aki által az ember elérheti célját, az örök boldogságot. Ezért minden út, legyen az rövid vagy hosszú, köszönösse falvakat, városokat, népeket, nemzeteket, vezessen otthonokba, munkahelyre, templomba, iskolába, zarándok vagy üdülőhelyre, arra kell, hogy emlékeztessen bennünket, hogy a Földön vándorok és jövevények vagyunk. Földi céljainkat Istenre kell irányítanunk, és minden tevékenységünkkel az ő akaratát kell megvalósítanunk. Ezekkel a gondolatokkal áldom meg ezt a felújított utat, és kérem Isten kegyelmét mindazokra, akik ezt használják. Könyörögjünk! Istenünk, a Te neved szentel meg mindent. Áld meg ezt a felújított utat, és mindazokat, akik ezt használják. Tartsák meg mindig a közlekedés és az élet szabályait, óvják gondosan saját maguk és embertársaik testi-lelki épségét, biztonságát. Add melléjük segítségül Szent Ráfael főangyalt és Szent Kristófot, az utazók védőszentjeit, Krisztus a mi Úrunk által. Áldja meg ezt a felújított utat és mindazokat,
akik ezen közlekednek, a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Amen. A fejlesztés átadására tisztelettel kérem dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter urat, a térség országgyűlési képviselőjét, és társaságában Tatár László urat, Fegyvernekváros polgármesterét, Váncsa Zoltán urat, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatóját, és Nikola Miklós urat, a kivitelező Hódút Kft. Főépítés vezetőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezzel az ünnepélyes pillanattal bejelentetjük, hogy a komplex útfelújítási program keretén belül elkészült a 4-es számú főút újabb, mintegy 2,2 kilométeres szakaszának komplex felújítása. Kérem, hogy egy tapsot tegyük teljessé ezt az ünnepélyes pillanatot. Tisztelt miniszter úr! Tisztelt polgármester úr, igazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, szeretettel köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. A rendezvényért felelős Széra Tisza Kft. Nevében is köszönjük, hogy együtt ünnepelhetünk önöknek, és áldott adventi időszakot és karácsony ünnepet kívánunk kedves mindnyájuknak. Tarci Gyulát hallották, viszontlátásra. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat műsorainkkal kapcsolatban, tehát hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk. A jövő heti viszontlátásra mindenkinek!